voltam egy olyan megbeszélésen, ahol például egész pontosan a líbiai háborút döntötték el 2011-ben. Igen, hát pontosan ez a megoldás. Az embereknek el kell magyarázni. Filmeket kell készíteni, hogyan működik, hogyan működhet, ő ebben hogyan tud részt venni, és főleg az, hogy megértse, ez nem átverés. Ugyanis annyiszor verték már át, főleg a magyarokat, hogy már mindenki szkeptikus. Én azt szeretném, hogy ez a nép végre kitörjön abból a pénzügyi csapdából, amiben belecsalták, de nem most, hanem már valamikor a 70-es években kezdődött ez a csapda, és folyamatosan ebben vagyunk. Én egy olyan bankrendszerben, Németországról van szó egész pontosan, dolgoztam, illetve tapasztaltam, amin keresztül rálátásom volt a világ pénzügyi és politikai irányítására. Ugyanis itt egész pontosan a német kormány fejlesztési bankjáról van szó, ahol gyakorlatilag politikai döntéseket hoztak. Tehát ha mi azt hisszük, vagy abban a tévhitben élünk, hogy a politika dönt, ez óriási butaság, még a politikai döntéseket is a bankok hozzák meg. De amit én szeretnék, az egy olyan pénzrendszer létrehozása, amely végre ezt a 6000 éves rendkívül rossz pénzrendszert leváltja, és mindenki számára, hát ha nem is azt mondom, hogy gazdag, de jólétet tud biztosítani, ahol a munka az igazi mérőeszköz, nem pedig az idő. Ugye próbáltak helyi pénzeket is bevezetni a világon, próbáltak saját pénzeket, sőt ugye a múlt században egészen a 30-as évekig az USA-ban több mint 500 féle pénz létezett még a dollár mellett. Rendkívül sok fizetőeszköz volt, amíg ugye ez a bizonyos 29-es válság be nem köszöntött, és gyakorlatilag a dollár hegemóniáját Amerikán belül meg nem teremtette. Ezen nagyon sokat gondolkodtam én is. Körülbelül 2007, tehát már jó 12 évvel ezelőtt én is több egyetemi oktatóval összefogtam a Corvinus Egyetemen, és megpróbáltunk kidolgozni egy tervet, illetve hát először is a megvalósíthatóságát analizáltuk, hogy lenne-e értelme, működne, és az jött ki abszolút, hogy az alapjövedelem az egy nagyon jó ötlet, de ebben a pénzügyi rendszerben nem fog működni. A feltétel nélküli alapjövedelemhez is kell egy normális, egy működő pénzrendszer, ahol nem, amelyiknek a célja nem az, hogy emberek tömegeit fosszuk ki, és bizonyos gazdag réteg újabb és még nagyobb meggazdagodását szolgálja. Tehát maga az ötlet rendkívül jó, talán még működőképes is lenne egy-két országban, Magyarországon nem, de a világban biztos, hogy léteznek olyan országok, ahol ez működőképes lenne, de hosszú távon sajnos ez nem oldja meg a problémákat. Viszont, hogyha létezik egy közpénzrendszer, ami munka alapú, és nem pedig befektetés alapú, akkor igen, akkor ezt meg lehet valósítani, sőt, szerintem ennek így kellene lenni, hogy legyen mindenkinek alanyi jogon járó alapjövedelme. Hát megkeresnek, de általában mindenhol valahol ugyanez a probléma jön vissza, hogy megkeresnek azért, hogy csináljak egy olyan pénzt, amivel ők lesznek gazdagok. Na most ez, amire abszolút nem vállalkozom, tehát nekem nem az a célom, én nem azért vagyok itt ezen a földön, nem azért születtem ide, hogy én XY-nak megcsináljam a pénzét, a pénzrendszerét, meg lehetne csinálni, hanem azért vagyok itt, hogy egy olyan
pénzrendszert hozzat létre, amely mindenkinek jólétet biztosít. Én csak ezt csinálom, semmi mást. Na most ez az erkölcsi emelkedett szellemiség hiányzik egyébként nyugaton is, de itt Magyarországon pláne. Tehát olyan kell létrehozni, olyan rendszert és olyanok által finanszírozva, akik önzetlenül tennék ezt meg. Én úgy gondolom, hogy jelenleg az emberiség még szellemileg nem nagyon ébredt fel erre. Tehát ahhoz le kell vetnie az emberiségnek a kapzsiságot, ne a kapzsiság működtessen egy pénzrendszert, meg ne a profit éhség működtessen, hanem az, hogy mindenki jólétben élhessen. Mind a 7,5 milliárd ember egyformán. Tehát ha valaki nem ért valamit, főleg itt Magyarországon, akkor nem arra gondol, hogy esetleg ő nem ért valamit, hanem arra gondol, hogy hol van benne az átvágás, hol verik őt át, hol fosztják ki. Ehhez vannak szokva az emberek. Tehát mondjuk ez a szkepticizmus, ez jogos részben, de nem kellene így lennie. És ez tényleg csak úgy lehet, hogy edukációval, tehát tanítani mindenhol, már az iskolákban a pénzügyi kultúrát, és azt, hogy az emberek, a gyerekek már jöjjenek rá, hogy hol a megoldás. Ne én nekem kelljen megcsinálni, hanem ez egy teljesen elfogadott dolog legyen, hogy mi akarjuk, mi az egész emberiség akarjuk megcsinálni. Addig nem fogják, vagy csak nehezen fogják elfogadni akár a kriptopénzeket is. Én úgy gondolom, hogy itt a megoldás, és főleg létrehozni azt a bizonyos kriptopénzt, amihez bárki bármikor hozzájut, úgy, hogy semmilyen politikának, semmilyen jegybanknak, vagy akár adóhatóságnak, vagy akármilyen bankrendszernek, bármilyen, senkinek semmilyen hozzáférése nincs, kizárólag azoknak, akik közt létrejön a tranzakció. Tehát a lényeg az, hogy ezek a pénzek ne legyenek ellophatóak. Hát most ugye a bankban nekem van mondjuk 1 milliárd forintom, és azt mondja az adóhatóság, hogy hát abból az 1 milliárd forintból lehet, hogy én nekem 900 millió az nem teljesen legálisan jött hozzám, akkor csak mondom, egy puff, lefoglalja is pénzelmet. Na most ez nem, hogy ritkaság, ez gyakorlat, de főleg Nyugat-Európában. Szoktak mindenféle pénzmosási kacsvaszra, maszlagra hivatkozni. Gyakorlatilag ez arról van szó, hogy euró is nagyon-nagyon sok problémával küzdik, hogy a bent levő betéteket, pénz tömegeket egyszerűen akármilyen címszó alatt egyszerűen elveszik. Ennyi történik, nagyon sok ilyen esetet hallottam, Magyarországon is ugyanez van. Tehát ez nem egy biztos pénz. Ezt kell megérteni az embereknek, hogy a jelenlegi, én fiat pénzek mondom ezt, ugye a bibliai fiat lux, ugye, aminek így készül a pénz, ugye teremtéssel, tehát ezek a fiat pénzek, mint a dollár, euró vagy a forint, ezek nem biztonságosak. Ezt kell megérteni. A kriptodevizák azok biztonságosak, de ezt fel kell fogni. És azt is fel kell fogni, hogy egy mobiltelefonnal én fogok tudni, ez a bizonyos NFC technológiával, én tudok fizetni bárkinek. Ha találkozunk, odaadja az ő mobiltelefonját, én az enyémet, egymásra tesszük, a tranzakció megtörténik, kész, pász, és senki nem tud róla. Ez a lényeg. Tehát, hogy egy demokratikus, nem uralható kibertérben létrehozott devizával fizessünk egymás közt, és ne a világ jelenlegi felépítése, amelyik ugye csak az adóra, a kamatra, a kamatrabszolgaságra és nagyon sok hasonló rosszra alapul. Az adót megvizsgáljuk, az is csak azért van, mert az állam is el van adósodva, és mit tud csinálni, megsarcolja a saját emberét. Tehát rabszolgatársadalomban élünk pénzügyi szempontból, mi még az ókorban élünk. Ennyire durva, ugye csak a görög, római, meg nem tudom milyen ókori társadalmak voltak, ahol nyíltan szabad volt a rabszolgaság. De ha belegondolunk, ugye az Egyesült Államokban még a múlt előtti században is az volt, tehát azért nincs is olyan messze ez a bizonyos rabszolgaság. Pénzügyi szempontból még mindig ez van. Ezt kell levetnünk magunkról. Ezt kell megérteni az embereknek, hogy gondolkodjanak. Gondolkodjanak, és ne a sárga csekkekbe, meg ne a végrehajtó, meg a követelő, meg a bankokban, meg a nem tudom miben gondolkozzanak. Ne vegyen fel senki se hitelt banktól 3%-os kamat fölött, ezt így kimondom, mert minden, ami fölötte van, az uzsora. Most jelenleg a mi világunk, az egész bankrendszer, az egész gazdaság az uzsorára alapul.
És ezért van az, hogy gyakorlatilag az emberek dolgoznak, de nem maguknak. Amit megtermelnek, annak a 90%-a elmegy máshova. Annak körülbelül a 10%-a jut hozzá. Be is tudom bizonyítani. Egyre, amikor valaki megvesz egy terméket, ugye, akkor már eleve adózott pénzből tudja csak megvenni. Az adózott pénz az azt jelenti, hogy neki elviszi az egyharmadát, ugye a kétharmad marad meg. Abból, ha megvesz egy terméket, akkor ugye 27% az áfa. Azt visszaszámítjuk, akkor már körülbelül 50%-nál tartunk. A termék árában ugye nagyon sok minden szerepel, például az, aki megtermeli azt a terméket, az is ugye hitelt vesz fel, kamatot fizet, annak is van egy kamathányada, és egyéb adóhányad is nagyon sok, és a végén az van, hogy a tiszta késztermék körülbelül 10-20% között van, ami valóban, amilyen javat megvásárolunk érte. És a 80-90% elúszik mindenhova. Tök mindegy, hogy hova. Ez a szegénységnek az alapja. De a szegénységet csak úgy lehet felszámolni, ha megértjük azt, hogy mi azzal, hogy ebben a rendszerben létezünk, ebben a pénzrendszerben, rabszolgapénzrendszerben létezünk, és elfogadjuk, ezáltal önmagunk rabszolgásítását, ez elnézést ezért a szóért, hajtjuk végre. Ebből kell kilépni, ezért nagyon fontos az edukáció. Csak az az egyetlen egy útja, hogy igenis értsük meg, hogy hogy lehet ezt meglépni. Ez a cél. Én ezt szeretném, és nagyon szeretném, hogy ez a film is nagyon sok emberhez eljusson, és értsék meg azt, hogy a megoldás nem a jelenlegi rendszer, ebből ki kell lépni, mégpedig úgy, hogy létrehozni a saját jól működő, demokratikus és az állam által nem uralt, és senki által nem uralt, hanem csak kizárólag az emberek által, a tömegek által használt pénzrendszert, kriptodevizát, és akkor ez a régi rendszer, úgy, mint amikor a parazita nem kap semmilyen vért, egyszerűen elszárad, elcsonkul, leesik a pióca és elpusztul. Ezt lehet egyedül csinálni, így lehet kilépni, egyébként demokratikusan, de ehhez kell, el kell érni azt a szellemi magasságot, amit nekem talán sikerült, mert én nagyon sokat láttam ugye a bankrendszerben, rendkívül sok volt a tapasztalatom, ugye körülbelül 10 banknál dolgoztam, Svájcban, Németországban, Ausztriában, itt Magyarországon is voltam egy banknál, illetve kettőnél, és ez hozta meg számomra azt a felismerést, hogy mi a megoldás. Tudom, hogy nagyon sokan nem dolgoznak bankban, hanem csak azt látják, ami az orruk előtt van, de akkor is nekik kötelességük gondolkodni. Tehát a megoldás mindenhol a tudatosság. Ezt hangsúlyozom mindenkinek, tudatosnak kell lenni, tudatos életet kell élni, és főleg a pénzügyekben. Úgy, ahogy az előbb elmondtam.